Szervusztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Nálunk a helyzet az, hogy minden változatlan. Tulajdonképpen a reggeli bandázásba csak az a furcsa, hogy rengetegen vagyunk. Minden gazda szabadságon van. Itt vannak a nyugdíjasok, itt vannak a dolgozók, minden gazda hozza ki a kutyáját. Nekünk ez jó persze, mert ilyenkor aztán lehet ám játszani, de még hozzá miért? Hát nézzétek a filmet, érdemes. Ebben a hűvös reggelben az a jó, hogy ilyenkor még energiája van a kutyának, és nem is kevés. Tehát ilyenkor lehet pazarolni, és a fiúk pazarolják is rendesen, sőt, nem csak a fiúk, de a lányok is. Mert azért ott vannak ám azok is szeretnek ám játszani. Persze aztán a sok játék vége a sok ivászat, mert az is kell. Ilyenkor lehet feltankolni, és ha feltankoltunk, utána indulhat tovább a játék. Bandázás végére aztán lassan mindenki kifárad. Mindenkinek elege van már a futkározásból. Jöhet a botrágás. Mert az is egy fontos dolog, és azt is szeretik csinálni a kutyák. Botrágás után aztán irány haza. Otthon pedig meglátogatott minket a topsi. Na hát tudjátok, nem elég, hogy reggel, de még délután is. Az volt, hogy ő meg akart minket enni, csak mi nem hagytuk magunkat. Inkább ettünk egy kis velős csontot, és adtunk tulajdonképpen neki is. Történt ugyanis, hogy a pasa póráza tönkrement, és a topsi gazdája elhozta a gazdához a pórázt, hogy javítsa meg. Na most a gazda megjavította a pórázt gyorsan, mert nem volt komoly baja, viszont a kutyák bandázni kezdtek. Bence nekiállt rágni egy velős csontot, amit persze topsi megszerzett, és elkommunizálta: kérem, képzeljétek el, fogta magát, Bence pofájából elvette a csontot, majd uzsgyi föl az anyja mellé, és leült zabálni a csontot.
Hát erről szól az élet. Csontot szerzett a topsi. Mondta is a gazda, ha ez a csöpség nem két Berni pásztor elől szerezte volna meg ezt a csontot, akkor belőle is vacsora lett volna, de ez a topsit egyáltalán nem érdekelte, nagyon jól érezte a csonttal magát, és azt mondta a gazdájának, hogy vigyük haza ezt a csontot. Tehát mit volt mit tenni, a sok csontból egyről le kellett a Berniknek mondani, amit egyébként Topsi megkapott. De amíg nálunk voltak, addig békésen ült anyja mellett és rágta. Mindenkinek jobb volt így. Nos, mai mesén körülbelül ennyi volt. Mindenkinek jó éjszakát kívánunk, mi megvacsorázunk, megyünk sétálni. Topsi pedig megy haza a nagy velős csonttal.